úgy látom, hogy a hódmezővásárhelyi média nyilvánosságon túlnőtt a mai találkozó iránti érdeklődés. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket. Hódmezővásárhelyen tartott sajtótájékoztatót Márki-Zay Péter és Lázár János, ahol bejelentették, hogy fegyverszünetet kötnek és együtt dolgoznak a város fejlesztéséért. Jó napot mindenkinek! Jó napot kívánok! Úgy tudom összegezni az elmúlt két óra eseményeit, illetve a beszélgetést összefoglalni, hogy a mai napon fegyverszünetet kötöttünk 4 év után. Igen, biztosan harcoltunk is. Április 3-án ez a harc, ez nyilvánvalóan befejeződött. Nem egyforma megelégedettségünkre, egészen biztosan mondhatom. A harcban azt gondolom szintén a sikert azt elismerjük. Ettől függetlenül ez most valóban nem a harcról szól. Tudjuk az együttműködés, de abban is megállapodtunk, hogy rendszeresen fogunk találkozni, átnézzük azokat a területeket, ami a város fejlesztéséhez kapcsolódnak, és remélhetőleg Hódmezővásárhely békés fejlődése az példát mutathat az egész országnak. Nos, ha van kérdésük, akkor szívesen állunk rendelkezésükre, parancsoljanak! Volt ugye arról szó, hogy ön is segíteni fogja a város fejlődését, most mindenki a kormányalakításról találgat, bizonyára jobban tudna segíteni a város fejlődését, hogy minél nagyobb, magasabb pozíciót töltene be esetleg az új alakuló kormányban. Erről volt szó, mit lehet erről tudni? Nézze, annál nagyobb pozíció a magyar parlamentben, mint hogy legyőztem az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, még sincsen. Tehát tulajdonképpen polgármester úr megteremtette annak a lehetőségét, hogy győztesként sokat tudjak segíteni. Annyit szeretnék ide fűzni, talán megengedik. Milyen állásak vagyunk érte. Köszönjük a lehetőséget. Annyit szeretnék ide fűzni, hogy nyilván tőlem is nagyon sokan megkérdezik Hódmezővásárhelyen is, és a Fideszben is, hogy mi ez a közös sajtótájékoztató, mi ez az együttműködés. Én azt szeretném világossá tenni, hogy tegnap esküdtettem a parlamentben, már 6. 20 éve vagyok Hódmezővásárhelyének parlamenti képviselője. Minden körülmények között nekem Hódmezővásárhely az első, és a hódmezővásárhelyiek az elsők, még akkor is, hogyha vannak viták, maradtak is viták természetesen, és van jó néhány nézetkülönbség. De nekem ez a kötelességem. Én vagyok a győztes, bármi történt is, és bármilyen személyes sérelmem volt vagy lehetne, én azt gondolom, a győztesnek ezt félre kell tudnia tennie, és együtt kell működni egy-egy cél érdekében. Mert az, hogy egy bizonyos kérdésben vagy jó néhány kérdésben nem értünk egyet, az nem zárja ki azt, hogy bizonyos kérdésekben ne tudnánk más kérdésekben együttműködni vagy együtt dolgozni. Ehhez természetesen nagyvonalúságra is van szükség. A magyar politikában nem jellemző a nagyvonalúság az elmúlt 30 évben. Én, ön is tudja, Zsolt, hiszen sokat dolgoztunk együtt, bizonyos kérdésekben másképp gondolkodom, mást képviselek. Szeretném, hogyha a politika a következő években, legalábbis én így fog politizálni, nagyvonalú lenne Magyarországon, nagyvonalúbb lenne mind a két oldalon. Ami a konkrét kérdését illeti, azt tudnám idézni, amit Orbán Viktor mondott, semmi sem lehetetlen. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök jelöltet arról kérdeztük, ki és miért nem tett bele elég energiát a vesztes kampányába. Láthatóan nem mindenki akarta egyforma módon leváltani a Fideszt, vagy nem volt eléggé elkötelezett ebben. Ami sajnálatos, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a kampány nem ezen múlott. Tehát olyan erőforrásbeli különbségek voltak, mintha valaki paritjával akarta volna legyőzni a Wehrmachtot. Egy jó programunk volt, egy lelkes csapat, 106 csapat és a többi. Voltak, akik nem vettek annyira aktívan részt benne, lelkük rajta, még egyszer mondom, nem tudom, hogy mi. Én nekem megvannak a feltételezéseim, ezek elég borulátó feltételezések, tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz valójában ott van az ellenzéken belül is. Tehát a lustaságot azt nem említeném. Ezek között szerintem inkább érdekkülönbségek vannak. Vannak olyan emberek, akik nem akarták ezt a rendszert leváltani, akik ellenzékiként is részei ennek a rendszernek. Voltak lejárat anyagok, amiket annak idején ugye ígéretet tett valaki nyilvánosan arra, hogy ezeket majd úgymond felrobbantja, és aztán nem tette ezt meg. Nem tudom, hogy miért. Én egy ilyenre tudok visszaemlékezni, ugye volt a Borkai Zsoltot lebuktató ördögügyvédje bloghoz tartozó Facebook oldal, akik ugye valami olyasmit jelentettek be, hogy Varga Juditról van valamilyen lejáratú anyaguk, hogy esetleg ő lesz. Volt ilyen, és volt korrupciós természetű információ is, igen. És van információ arról, hogy az ellenzéken belül az ön politikai családjában emberek erről ténylegesen többet tudtak volna? Igen. És esetleg megnevezni ezeket az embereket? Nem. Nem. Egyáltalán soha nem nincs esélye. Nem kívánom, nem. Azt gondolom, hogy még egyszer azt hangsúlyoznám ebből, hogy bár ezek lehet, hogy egyszer majd a politika történet iránt érdeklődőket ez fogja foglalkoztatni. Most a legfontosabb azt kijelenteni, hogy ez a választás ez nyilvánvalóan nem volt egyenlő esélyekkel még vívott demokratikus parlamentáris rendszerben lefolytatott választási küzdelem. Nekünk azt a következtetést kell ebből levonni, hogy egy más rendszerben élünk. Teljesen egyértelműen nem egy demokratikus választáson leváltható Fidesszel harcolunk, hanem egy olyan szilárd egypártrendszert épített ki már a Fidesz,
ahol a parlamenti politizálással nyilvánvalóan nem lehet változtatni. Az nagyon jó, hogyha Lázár János úr hajlandó együttműködni a város érdekében. Én nagyon csodálkoztam azon, hogy mondom, mit tud ő kérni tőle, mert én tudok kérni tőle nagyon sok mindent, de ebben a rendszerben ez csak rajta múlik, hogy ő most leállítja a fejlesztéseket a városban, vagy engedi. Most az az ígéret, hogy talán néhány fejlesztést támogatni fog és engedni fog, aminek nagyon örülünk. Ez a rendszer természetesen nem, semmit nem változtat. A Fideszben hogy nézik ezt a közös sajtótájékoztatót? Örülnek neki? Na, nem kapott negatív visszajelzést, hogy miért elki az ma jártam a miniszterelnök, ma jártam a miniszterelnöknél, gratulált és együttműködést föltételezett, illetve azt mondta, hogy mindenben segítünk Hódmezővásárhelynek. Mi fideszesek nagyon szeretjük a várost, és a Fideszre és Orbán Viktorra mindig számíthatott Hódmezővásárhely. Bár a kérdés nem hozzám szól, de annyit szeretnék kérdezni, hogy ezt a kérdést, amit Zsolt feltett, én is feltettem, mert én is csodálkoztam ezen a kezdeményezésen, de ugyanezt a választ mondta egyébként képviselő úr nekem is, úgyhogy nagyon optimistán és kíváncsian várjuk az együttműködést. Jó. Hálásak vagyunk, minden jót kívánunk. Polgármester úr, köszönöm a találkozás lehetőségét, sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen.